Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok, mutatom, mivel készültünk. Pénzjuttatás. Átadták a támogatói szerződéseket a sport és civil szervezeteknek. Locsolás hegedű szóval. Nyakukba vették cikót a székelyek. Költöző madarak helyzete. A gólyák már birtokba vették fészkeiket. A protestáns németek betelepülése. Müller György előadása Bonyhádon. Bonyhád város önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is pénzjutatással segíti a sport és civil szervezetek munkáját. A támogatói okiratot ünnepélyes keretek között adták át a városházán. Az önkormányzat igyekszik minden esztendőben támogatni a civil és sportegyesületeket. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központ által működtetett klub támogatására 2 millió forintot biztosítottak. Megtiszteljük azokat a szervezeteket a városban, akik már hosszú évek óta, sőt, többen hosszú évtizedek óta működnek, és színesítik, gazdagítják a városunk életét. Ugye ilyenkor egy picit megállunk, és néhány köszöntő szóval megköszönöm az előző éves munkájukat, és az idei költségvetésből biztosított finanszírozásról a szerződéseket ünnepélyes keretek között adjuk át. A keret, amiről beszélünk, a költségvetési rendeletben lett elfogadva február 15-én, ezt követően pályázatokat írtunk ki a szervezeteink számára, mind a sport, mind a civil szervezetek számára. Ezeket a pályázatokat a benyújtást követően a képviselőtestület elbírálta. Azt tudom elmondani, hiszen egy önkormányzati ciklus végén vagyunk, gyakorlatilag néhány hónap van vissza ebből az 5 évből, hogy magát a ciklust 5 évvel ezelőtt, 2019-ben a civil szervezetek támogatásánál egy emeléssel kezdtük, addig 4 millió forint állt rendelkezésre, hogy támogassuk a szervezeteinket. 19-ben már 6 millió forintot tudtunk erre a célra fordítani, és az idei évben pedig még ennek a ciklusnak a végén még további 2 millióval bővült ez a támogatás. 2024-ben 8 millió forint állt rendelkezésre a pályázati keretből. Ezt maradéktalanul felhasználtuk, és ezzel tudjuk segíteni az itt működő szervezeteket, akik nélkül nem is lenne igazán város a város, hiszen az a nagyon pezsgő élet, ami itt zajlik, az élet minden területén, az a civil szervezeteink nélkül nem lenne elképzelhető. A sportszervezetek támogatási kerete idén valamivel bővült, 30 millió helyett 32 millió forint támogatást biztosított az önkormányzat, azzal a lehetőséggel, hogy idén a költségvetésben egy 24 millió forintos tartalékkeret is betervezésre került, amennyiben valamelyik egyesület egy felsőbb osztályba jutna, akkor ne egy váratlan helyzetet kelljen megoldanunk, hanem arra is lehetőség legyen, hogy támogassuk a szervezeteinket. A Bonyhádi BFC ebben az évben 5 millió forintból gazdálkodhat. A támogatás összeg legnagyobb részét azt a nemzetközi kupa szereplésünkre fogjuk fordítani, amely, hát hogyha minden esemény részt akarunk venni, akkor közel 30 millió forintot igényel, úgyhogy ehhez még dolgozunk is az egyéb támogatásokon, hogy ez teljes mértékben összeálljon, és megfelelő szinten tudjuk majd képviselni mind Bonyhádot, mind Magyarországot ezen a nemzetközi eseményeken, ami egyrészt a közép-európai kupa, ahova címvédőként fogunk tudni menni, a strandlabdarúgó bajnokok ligája és a klubvilágbajnokság lenne a magyar eseményeken kívül. Ha az egyesületnek sok tagja van olyan szempontból, hogy van ez a strandfocis rész, ami egyrészt, másrészt meg ugye a labdarúgó rész, tehát ezek egy egyesületen belül, de külön részlekként működnek, mind a felnőtt csapatok, mind az utánpótlások. Az eseményekre 2012 óta itt a termálfürdő területén van egy nemzetközi előírásoknak megfelelő strandlabdarúgó pálya, és ezt azt szoktuk leginkább igénybe venni a felkészülésekre. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége az anyagi forrást a működésük finanszírozására használják majd fel. Az idei évben nyilászárókat cserélünk egyes részén a szövetség székházába, és hát gondolom, hogy arra is kell majd, ugye, hogy végül is a munkálatok elvégzése után, hogy azt festeni meg, helyrehozni, úgyhogy valószínű, hogy ezt az összeget erre fogjuk fordítani, tehát működésre, tehát a költségeinkre, illetve ennek a munkának a befejezésére. Folyamatban van az ablakok elkészítése, úgyhogy bízom benne, hogy ebből az évben sikerül ezt megoldani. Úgyhogy, hát most már fontossági szempontból ugye ez volt a legfontosabb, hiszen eléggé régi épületről lévén szó, és hát hiába fűtés, korszerűsítés lenne a következő lépés, de viszont én úgy gondolom, hogy először a nyílászárókat mindenképpen meg kell csinálni ahhoz, hogy
hogy a következő lépésként ezt tudjuk fejleszteni, illetve egy modernebb megoldással ezt pótolni. A település 24 civil szervezete és 14 sportegyesülete kapta meg a szerződéseket. Hagyományos, dalos, lovaskocsis locsolás szerveztek húsvét hétfőre Cikkón. A jókedvű, népviseletbe bújt locsolok népdalokat énekelve járták körül a települést. Boldog húsvétot! Te is, Lexi? Boldog húsvétot! Én vártam a húsvétot, hát ezért is, ugye, hát jönnek a locsolók, ugye húsvét, meg szülinapom is ugye ma van. És hát nekem ugye ez a kedvenc ünnepem a karácsony mellett. Hát, ugye nem, hát úgy értem, hogy nem hervadnak el a lányok. Nekem ez az első ilyen locsolásom, ugye. Nem vagyok annyira izgulós, de izgulok most. Az össznépi locsolás nem új keletű a településen, még a Covid előtt kezdték el, azóta pedig, ha a körülmények engedik, rendre útra kelnek. Már készülünk több hónappal előtte, a gyerekek most vannak újak is, picik is, majd látni fogjuk, picik is jöttek, és szeretnénk, hogy legyen akinek továbbadni, továbbvinni a hagyományokat. Mondjuk nagyon nehéz a mai rohanó világba összeszedni, szülők nem érnek rá, ottól a gyerek jönne, szülő nem tud segíteni, ahol gyerek is olyan, hogy kicsit ugye noszogatni kell őket, mert ugye ez a bezárt világ, meg mondom, a Covid is rátette azért erre a kicsit a bélyegét, hogy nehezen mozdulnak ki az emberek, sokan visszahúzódottabbak lettek mi egymás, úgyhogy nem könnyű, na. De Istennek hála, hogy összetudtunk szedni csapatot, és tényleg a gyerekek is szívvel, lélekkel, mondom már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a felkészülést, verset tanultak, énekeket tanulnak, és na, én azt merem mondani, hogy lesz belőlük, van jövője ennek, és fogjuk vinni, és szeretnénk is, hogy legyen, mert ugye az országban is már nagyon kevés van, nem is nagyon hallunk. Hollóházan ugye ott csinálják, ott még ugye hagyományok miatt, meg mit tudom én, de itt azért faluhelyen szép. Meg hát ugye mi bukovinai székelyek vagyunk, itt élt ez, mindig is ez a hagyomány létezett, és szeretnénk, hogy tudják a jövőben is meg, hogy ilyen van, létezik, és na, mégis legyen akinek továbbadni. Mint az Balogh Tibor elmondta, évről évre készülnek, próbálnak folyamatosan fejlődni és gyarapodni. Ez úgy történik a dolog most, ugye itt van a gyülekező, összeállunk, és vannak a gyerekeknek osztálytársak, barátok, barátnők. Most régebben úgy történt, hogy ugye volt a 20 évesek is, már serdülők, meg minden, és akkor ott kezdődött velük a barátnők locsolásával. Most a kicsik meglocsolják az osztálytársokat, barátnőket, aztán vannak bizonyos pontok a faluba, hogy összeszerveztük a dolgokat, hogy lesznek ilyen pontok, ahova megyünk locsolni, ahol több gyerek van, és akkor ugye hagyomány szerint vödrös, hogy már Kölni ugye az már luxus, akkor vödrökkel, és hát ugye fölkészültek a lányok is, tudják meg, hát amit mondtam is már, több éve megy a dolog, és most úgy hozzuk össze a színeket, hogy mindenkinek jó legyen. Ugye az időhöz is kicsit viszonyulunk, hogy most Istennek hála, nagyon jó idő van, tavaly mínusz volt szinte áprilisban, de megoldottuk azt is, akkor ugye langyos víz, meleg vízzel locsoltunk, aztán sikerült, hogy semminek a rovására nem menjen a dolog. Babda Monkos Bonyhád Majosról érkezett az eseményre, nem ismeretlenül, hiszen már hosszú évek óta dolgozik együtt a Nótás Brigáddal. Én egy szomszédfaluból való vagyok, Majosról, és jó néhány év ezelőtt megkerestek a barátaim. Konkrétan egy barátom, hogy van itt egy ilyen nótás kedvű fiatal csapat, aki addig nótázgatott, de most már szeretnének népdalokat is tanulni, és akkor ezért kértek meg engem, persze nagyon szívesen vállaltam.
Elkezdtünk népdalokat tanulni, elsősorban bukovinaiakat, hiszen a bukovinai népcsoport vagyunk, ezt bizonyára tudják. Aztán szépen más erdélyi tájegységekre is átmentünk, kezdtünk tanulgatni, és már egész jól haladtunk. Sajnos a Covid az kicsit betett ennek, de most frissítettük tavaly az egészet, és most megint itt vagyunk, és várjuk már, hogy mehessünk. És nagyon sokan vannak, most látom, olyanok is vannak itt, akik nem, amúgy ének, úgynevezett énekpróbák vannak, ahol a fiatalok, most már kicsi gyerekek is tanulják a nótákat, népdalokat, és azzal megyünk a lányos házakhoz. Ez egy ilyen megtervezett, megbeszélt program, és nagyon szép hagyomány. És a elsősorban a Kajtár Jani, aki nagyon oda teszi ezért magát, és nagyon-nagyon szívén viseli, hogy menjen ez a dolog, és próbál mindig toborozni újakat, és úgy látom, hogy sikerül is. Ő maga hegedűn kíséri végig a falun a locsolókat. Már odafele is, a házak fele is már énekelgetünk a szekéren, vagy aki nem fér fel, az a szekér mögött. Mielőtt odaérünk, akkor egy ilyen megtervezett nóta van, ami a lányokról szól, azt elénekelik a gyerekek, apukák, és ott lesz egy locsolás. Meg kéne, mindig nagyon szép, ügyes kínálat van, ahova elmegyünk. Nem azért, mint hazon múlna, de látszik, hogy a fogadók is épp olyan szívesen tartják ezt a hagyományt, mint ahogy a locsoló gyerekek felnőttek. Mint azt elmondta, roppant fontosnak tartja, hogy a gyökereket és a valamikori szokásaikat ápolják. Azért fontos, hogy a hagyományaink, ez őseink hagyományai, főleg Székelyföldön még ma is nagyon tartják. Ugye Bukovinából onnan jöttünk, ott nincsenek már magyarok, székelyek, de Székelyföldön nagyon erős hagyománya van ennek, és még ma is tartják. Nagy csoportokba mennek, zenészekkel, táncolnak. Nagyon komoly locsolásokat láttam én vödrökkel, azt hiszem itt is úgy lesz, és ezért tartom fontosnak, igen, hogy a népcsoportunk a hagyományainkat élje meg. A brigád apraja nagyja kivette a részét a locsolásból és dalolászásból is. A népviseletbe öltözött lányok izgatottan várták, hogy végre megérkezzenek a locsolók, és megbizonyosodjanak arról, hogy egyelőre nem fognak még elhervadni. Hazánkban a legkedvesebb madarunk a fehér gólya. Élőhelyük megváltozása, valamint a csökkenő táplálékforrások megszűnése okozza a populáció számának ingadozását. A gólyák védelme függ a megfelelő tájgazdálkodástól. A mocsaras, nedves rétek megszűnésével fokozatosan szűnnek meg a táplálkozó helyeik. Ezért szükséges az, hogy költözzenek, ott táplálkozzanak, és amikor a költés szezon jön, akkor visszajönnek. A fehér gólya az nagyra jobban már a villanyoszopokon költ, és ezért az EON-nak mindenképpen kosarakat tesznek föl az oszlop tetejére, hogy megvédjék a madarakat abból a szempontból, hogy áramütés érje őket. És a fiatal kis gólyák sem, kikerülnek, kilöpülnek először a fészekből, akkor jönnek ezek a problémák, hogy ez így előfordulhat és elpusztulnak a gólyák. Sajnos van egy nagyon szomorú történet, hogy éppen idén megjött egy gólya, és az egyik közeli településen, és az öreg hím, a lakosok mondták, hogy nem mozog. És a természetőr kiment, és kiderült, hogy elpusztult a megjött Afrikából ideért öreg hím fehér gólya.
és a szegény párja ott mellette a fészket rendezte, meg őt is néha piszkálta, hogy egyáltalán életre keltse. Szóval nagyon szörnyű dolgok, épp olyan gondosság és szeretet van, mint egy embertársunk iránt is, hogyha segíteni kell, ebből a példából látjuk azt. Bonyhádon a tavalyi évben több új fészket építettek a madarak számára. Ezek mind olyan dolgok, hogy a madaraknak a érdekébe történik, és ez nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló az, hogy a télen, amik itt marad, és azokat etetik az emberek, azok kis halakat szoktak neki dobálni, és nagyon emberhez szokott ezek a madarak, és ennek vannak olyan dolga is, mikor azt mondjuk, hogy itt marad egy madár, hogy próbálják azt az időt átvészelni, amikor, hogyha enyhébb, és mondjuk mondják itt a klímaváltozást, de hát ez, és ennek következtében ezek itt maradnak, de ez nem igazán így történik a gólyák esetében. A költöző madarak vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, hogy eljussanak a táplálékban gazdag területekre, vagy kedvezőbb klímájú helyekre. A földrajzi tájékozódáshoz napfényt, csillagokat és a föld mágneses terét használják. Így képesek pontosan visszatérni ugyanarra a helyre, ahol korábban fészkeltek vagy táplálékot találtak. Több különböző költőhelyet választanak maguknak. Néhányan földön vagy vízparton, mások fákon, bokrokon vagy akár emberi építményeken fészkelnek. A kora tavasz először mondjuk a legrejtesebbek, a bíbiszek jelennek meg vizes helyeken, ott a kis éles hangjukkal jelzik, hogy megjöttek, és itt a tavasz. Utána hát megjönnek a gólyák, és akkor még vannak, amik még nem jöttek meg, mint például a kakuk, vagy a népiesen sárgarigónak nevezett aranymálinkó, azok csak később érkeznek meg, vagy éppen a fülemülék, a nagy, meg a fülemüle, meg a nagy fülemüle. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy az érdekes a természetben, hogy így történik, és igazán, hogy ez hogy is alakul ki a természet során, ezekre nem tudnak pontos magyarázatot, hogy miért is szükséges az, mert miért nem maradhatnának ott, mert a tápláléka megvolna nekik, az időjárás is jobb, és mégis ide jönnek és ragaszkodnak ahhoz a régi költőhelyeikhez, amikor évezredek milliókkal ezelőtt már ezek a dolgok kialakultak, nem is milliók, de évszázadok évvel ezelőtt. És nyilvánvaló, hogy az emberek ezeket egy részét szívesen fogadják, akár a gólyák esetében is, és más kis madaraknál, mint például a házi rozsdafarkú, ami nagyon szeret a házak eresze alá beköltözni, és ott csívít el, és az ember feje fölött elröpül, hogyha nem néz oda az ember, akkor kényelmesen megvan, de hogyha oda néz, az megérzi az állat, és akkor rögtön riasztó hangot ad, és röpül el a fészekből. De különben tényleg az embernek egy olyan színes, szép foltokat. A füstifecske a nyíltvidék madara, mely főleg ember alkotta szerkezetekre építi fészkét, és szinte mindenütt elterjedt. Csésze formájú fészkét sárgolyókból építi istállókban, vagy azokhoz hasonló helyeken. Csökkent a számuk 50%-kal legalább a költőállománya. Itt nyilvánvaló, hogy a kevesebb táplálék okozza, mert a gólya esetében is, tehát mint költőmadár esetében is, ott az elsődleges probléma, hogy télen nincs neki táplálék, azért kell neki elmenni. Itt is a madár esetében a füstifecske, hogy nincsenek rovarok, ezért a vadeltartó, vagy egy ilyen vadászatból vett szót, hogy vadeltartó képessége csökken a területnek, ezért szűnik az állománya, hiába teszünk ki mondjuk sarat, vagy teszünk ki műfészkeket mostanában, már tényleg vannak ilyen, hogy lehet kapni, vagy akár házilag is vannak tanácsok, hogyan lehet vagy kis gipszel összeépíteni egy kis fészket, föltenni a ház falára, az eresz alá, hogy esetleg megjöjjenek a fecskék, vagy a költsenek a fecskék. Általában ahol nincs, ott nem érdemes tenni, mert nehezen találja meg, hogyha viszont egy-két fészek van, amit költenek, és oda mellé teszünk műfészkeket fecskék számára, akkor biztos, hogy nagyobb csapatokat fogunk oda csábítani, és költeni fognak. Úgyhogy ez is. Aztán például ott van a másik, a parti fecske, ami lösz parkokban fészkel és költ, vagy rúkakban, és ezekkel is ott a gond, hogy ezeket, hogyha a földbányákat, csonyokbányákat nyitnak, és oda bemennek a partfalba, akkor addig, amíg a költés történik, addig ott szüneteltetni kell a munkálatokat, hogy nehogy a fészkelésüket tönkretegyük. Vagy éppen ilyen löszpartban, szintén nagyon gyönyörű színes költöző madarunk, a gyurgyalag, ami ezekben
lukakba tud költeni, és azok nagyobb az átmérője, tehát meg lehet látni a különbséget, és azok is ezeket a helyeket szeretik, ahol a partfalak tiszták és megvannak. Ha már benövi a gaz, akkor már nem, tehát ezért kell mindig, vannak olyan irányzatok, vagy olyan összefogások, amikor ezeket a partfalakat kapával meggazítják, mielőtt jönnek, simára faragják, nem pedig olyan benőtt gazosak legyenek, akkor fognak megtelepedni, vagy pedig akkor fognak biztosan visszamenni, mert benövi a növényzet, éppen cserjésedés, vagy ilyesmi az oldalt, akkor nem fognak már, akkor elhagyják azt a helyet, nem fognak ott költeni, ha találnak egyáltalán megfelelő helyet számukra. A protestáns németek betelepüléséről szóló előadást hallhatott a bonyhádi közönség. A témával kapcsolatos ismereteket Müller György adta át. A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig, leginkább Németország hesseni, rajnavidéki, württembergi és bádeni területeiről. Egyrészt azért, mert ugye a török háborúk után itt a tolnai, baranyai, somogyi, tehát a volt kettős adózású területek kiürültek, tehát itt egyfelől lakossághiány keletkezett, másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túl népesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább ugye a másod-harmad szülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak, mert az első szülöttek azok hát vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságot. Tosan van a jelenlévők közül nagyon sok, aki a betelepülőknek a kései leszármazottja. Ebben biztos vagyok. Bonyhád annak idején még a háború előtt 85%-ban német lakossággal rendelkezett, katolikusokkal és evangélikusokkal, illetve kisebb létszámban reformátusokkal. Müller György kiemelte, saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, ha a gyökereinket is ismerjük. Az előadó a témát korábban könyvformájában is feldolgozta. Érdekes dolgokat is fog mondani, hisz ő egy háromkötetes könyvet is készített a betelepülő családokról, az, hogy honnan érkeztek, hova kerültek, és az egyik legutóbbi kutatása az volt, hogy a Heberling családot megtalálta Németországban, pontosan ők honnan érkeztek, Tolna megyében Cikóra mentek például először, hisz Cikón először protestánsok laktak, és amikor a katolikusok többségbe kerültek, akkor onnan elkerültek Bátapátiba, és meghívtam a Bátapátiban még mindig vannak leszármazottak, valamint még Szekszárdon is, és sikerült őket is ide csalogatni, úgyhogy nagyon sokan jöttek el az előadásra, én ennek nagyon-nagyon örülök. A protestáns németek Németországból útra keltek, az egyik okon az volt, hogy megvolt ez az ellentét a reformátusok, evangelikusok és a katolikusok között, sokszor ez vérre menő volt, és ez is az egyik ok volt ahhoz, hogy ők útra keltek. Ebben az évben ünnepeljük Bonyhádon, Bonyhád újratelepítésének a 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek, ők frank részről érkeztek 1724-ben, és velük Kun Ferenc kötött letelepedési szerződést 1724. augusztus 1-én. Ezért is ebben az évben egy emlékévet tartunk, és különböző programokat szervezünk az egész év során. Az egyik ilyen programunk volt előző hónapban, amikor dr. Penc Kornél a katolikus családfakutatásról, vagy összességében a családfakutatásról beszélt, hisz ő az Országos Német Családfakutató Egyesületnek az elnöke. Tehát összességében a családfakutatásról beszélt, és ezen belül is a katolikus családfakutatásról. És mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek, reformátusok és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. De az legelső német telepesek azok a svábok voltak, és mégpedig Tevelre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól
Bonyhád környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Amikor a németek megérkeztek, kaptak adómentességet, ha ez megszűnt, elköltöztek másik településekre, így kialakult egyfajta belső vándorlás is. Amikor az elsők megérkeztek, akkor nagyon mostoha körülmények voltak itt Magyarországon, ezért is mondják azt, hogy a die ersten fanden die Tod, die zweiten die Not und nur die dritten das Brot, tehát az első telepeseknek a halál jutott, a másodiknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret. Tehát ez egy ilyen mondás, amit hát elfogadunk, hisz tudjuk, hogy milyen körülmények voltak, mik fogadták az első betelepülőket. Azért is jó, hogy néhányan nagyon komolyan foglalkoztak ezzel a családfokutatással, mert van hova nyúlni. Én a saját családfámat elkészítettem, ugyanis az én családom nagy részét kitelepítették Németországba, és Németországban egy családfakutató egyesületet hoztak létre, és megvették az adatokat a mormonoktól, így a családomat az egész 1500-as évig vissza lehetett vezetni. És ők azok, akik az egyik ág családjával együtt egy pap volt, és nagy székelyre érkezett, onnan a fia került Mórágyra. Tehát olyan érdekes dolgok ezek, hogy az ember kicsit belássa magát, hogy hihetetlen. És a férjem ágát, az egyik ágát pedig a mostani előadó Müller György készítette el. Ott az 1100-as évekig mentek vissza, mert különböző nemesi ágak is voltak benne. Tehát ilyen is volt, hogy ilyenek is jöttek. Az elnök szerint a fiatal generáció nem foglalkozik még annyira a gyökerekkel, az ember általában időskorában szembesül azzal, hogy nincs kinek feltegye az ősökről, elődökről szóló kérdéseket. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!